ma esti webkonferencia témája terhesség alatti konstelláció és pszichózis. Mindez a My Student & Meet-en 7. esetének a bemutatását, taglalását fogja jelenteni. Az, hogy konstellált állapotok, erről valószínű, hogy Kereszt nagyon sokat fog mondani, és reméljük, hogy ezt olyan szinten teszi közkincsé a kedvesti ingyenes webkonferencia alatt, hogy ez bárki számára érthető legyen, de talán azzal a szóval, hogy pszichózis kevesen is találkoztunk, nagyon sok félreértést talaját, nagyon sok félreértést tartalmaz, hiszen a köznyelv által a pszichózist elmebajnak nevezzük, ezt pedig nagyon sok olyan mellékzöngét jelenthet, amely a félreértés talajára visz bennünket. Szóval fontos lenne, hogy a pszichózist értsük, hogy mit is jelent ez. Maga a pszichózis szó egy nagyon gyakran pszichiátriai betegségre alkalmazott kifejezés. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy maga a beteg elveszíti a kapcsolatát a valósággal, téveszméi vannak, illetve érzéki csalódásai. Az is előfordulhat, hogy ennek, ahogy az akadémikus orvoslás írja, organikus okai vannak, ezt organikus pszichózisnak nevezzük. Itt az agy valamilyen betegsége áll a háttérben akadémikus szemlélet szerint, vagy van egy funkcionális pszichózis, ami alatt szervi ok nem ismerhető fel, de ezekben az esetekben az érzelmekben bekövetkező minőségi változásra is használják a pszichózist. Amikor egy esemény hatására éretlen szintű lesz a viselkedés, vagyis visszahúzódik, vagy megszünteti a külvilággal a kapcsolatot. Ez egy súlyos érzelmi, gondolkodási, viselkedési zavart jelent, amit nagyon sokszor nem tudunk megmagyarázni, és abnormális viselkedésnek neveznek. Ennek nagyon sokszor nagyon súlyos pszichiátriai kezelések fognak a végén bekövetkezni. Nagyon érdekes az, hogy a pszichózist mennyi minden jelentéssel bír még az akadémikus szinten is. Gyakorlatilag a funkcionális pszichózisnak a taglalása az még mindig egy ilyen szürke terület, hiszen szervi okra nem tudják visszavezetni, nyilván ez főleg azért van, mert nem ismerik a germán gyógytudományt, vagy nem ismerik el a germán gyógytudományt, hiszen így a szervi szint összeköttetést is megtalálnák. A leginkább érdekes része az, hogy olyan szubjektív élménye van a pszichózisban levő embernek, amely lehet részleges vagy teljes, és gyakorlatilag a zavar belátásának is a hiányával küzd, hiszen nem látja azt, hogy ő másképp viselkedik, mint mondjuk azelőtt. Ez gyakran személyiségbeli változással is együtt jár, ez tarthat rövid ideig vagy hosszabb ideig, lehet kevésbé súlyos, vagy ölthet súlyos formát is. Érdekes módon mindez hogyan zajlik akkor, hogyha éppen egy módosult hormonállapotban van valaki. Gondolok itt például egy áldott állapotra, itt ugyan terhesség alatti konstellációról és pszichózisról beszélünk, hiszen ez a cím a pontos megfogalmazás, de lássuk, hogy milyen személyiségbeli, gondolkodásbeli, illetve viselkedésbeli változásokat élhetünk meg, mondjuk egy áldott állapotban. Erről fog szólni a mai előadás. Fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, dr. Budai László Károlyt, aki orvosként és természetgyógyászként fogja önöknek bemutatni a germán gyógytudomány alapjait. Köszönöm szépen, Rikának, a bevezető gondolatokat, mert igen, jó tisztázni azt, hogy milyen szavak mögött, milyen tartalom húzódik meg.
A germán gyógytudományban a pszichózisoknak az értelmezése és konstellált állapotoknak a magyarázata egy kicsit másképpen történik, de eljutunk oda is, ha megismerjük egyáltalán a germán gyógytudomány alapjait. A germán gyógytudomány atya dr. Ike Gerd Hámer, aki a saját tragédiáján keresztül ismerte meg az öt biológiai természettörvényt, amikor is a 19 éves fia a karjai közt meghalt, és két hónap múlva heredaganata lett. A kemo és sugárterápiát nem vállalt, de akkori tudásával műtétbe beleegyezett, és így is pokoli kínok következtek, mert hashártya programja is volt a here programmal párhuzamosan Hámer doktornak. Mindenki azt hitte, hogy meghal ő is a fia után, de csodás módon meggyógyult, teljesen rendbe jött, és ezután elkezdett gondolkodni azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat az ő fia elvesztése, halála között és a kialakult heredaganata között. És mivel épp egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozott, mint belgyógyász főorvos, a betegeket elkezdte más szempontok szerint is kikérdezni, és rájött ekkor 1981-ben a rák vastörvényére. Ez volt az első biológiai természettörvény, amit felfedezett, ezt utána még további négy törvény követte. Ennek a törvénynek, a rák vastörvényének a lényege a DHS kritériumainak a megfogalmazása. A DHS Dirk-Hammer szindrómát jelent, vagyis fiáról, elveszett, meghalt fiáról nevezte el azt a feltételrendszert, ami elvezet egy daganatos betegség megjelenéséhez. Aztán kiderült, hogy minden más nem rákos elváltozás mögött is ugyanezek a feltételek állnak. Vagyis mindig egy érzelmi megrázkódtatás, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen tört ránk, és egy nagyon súlyos érzelmi konfliktust okozott, vagyis egy félelemről van szó. Mindezt, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusban, akkor a lélek agyszer szinten egy biológiai konfliktust okoz. A konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, és vagyis azok a körülmények rögzülnek, amelyek között mi megéltük a konfliktust, és ha nincs érzelmileg feloldva a konfliktus, akkor a sinek gondoskodnak arról, hogy most már konfliktus nélkül is a program újra meg újra elinduljon, és ez fogja okozni a krónikus betegségeket. Vagyis, ha nem akarunk megbetegedni, akkor zárjuk a napjainkat békével, megértéssel, megbocsátással, empátiával, vagyis zárjuk le érzelmileg azt, amit ma érzelmileg elindítottunk, és akkor nem lesznek következmények. Akkor nem fogjuk nagyon súlyos tünetekkel megélni az értelmes biológiai különprogramnak a megoldási szakaszát. Ugyanis ez az utolsó három betű a fólia jobb alsó sarkában, az EBK, annyit jelent, hogy értelmes biológiai különprogram, mert mindennek, ami bennünk történik, az értelme, a túlélés és a faj fenntartása, és azért különprogram, mert különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk, és benne ragadunk a konfliktusban. Tehát ezért jegyezzük meg, zárjuk le a napjainkat érzelmileg, és az új napot pedig kezdjük mindig tiszta lappal. A lényeges kérdés mindig az, hogy mi volt az egyénnek a megélése. Soha nem a történet számít, hanem az, hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. És ezt természetesen csak is a beteg fogja tudni elmondani, és nem az, aki szemtanúja volt egy eseménynek, vagy csak hallott az egészről. Ezért nem lehet a betegen segíteni ő nélküle. A második természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy minden két szakaszban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, és a két, illetve a három függőleges vonal között két területet látunk.
Az elsőn látjuk a DHS-t bejelölve, tehát megtörtént a váratlan esemény, és ugye itt a kérdés csak annyi, hogy meddig ülök bent a konfliktusba. Az időtengelyen láthatjuk, hogy minél tovább élünk benne a konfliktusba, és minél erősebb érzelmeket élünk át, annál nagyobb lesz ez a kék színnel besatírozott konfliktus tömeg. Aztán, ha eljutunk a második vonalhoz, a konfliktus megoldásához, KM, akkor következik mindaz, hogy a szervezetünk rendbe rakja mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban értünk, a túlélésünkért megtett. Az első részben jönnek a gyulladásos tünetek, a középső részben, epileptoid krízisben a konfliktus aktív szakaszhoz hasonló hideg tüneteink lesznek, azért jelöljük ezt szintén kék színnel. Ismételten, de nagyon erősen, rövidített üzemmódban átéljük a DHS-t, vagyis azt a konfliktust, amit akkor nem tudtunk megoldani, illetve sokáig benne maradtunk, és természetesen a legerősebb tünetek itt fognak jelentkezni. Majd következik a hegesedési fázis. Nem tudok ezekről most részletesebben beszélni, mert a lényeg az archaikus varázsdallam hatása lenne a szervezetünkre, ezért tehát aki először van itt webkonferencián, nagyon, de nagyon kérem, hogy az öt természettörvényről szóló webkonferencia anyagot nézze meg, és akkor a részletesen tisztában lesz azokkal a tünetekkel, amelyeket itt megtapasztalunk. A harmadik természettörvény megalkotásakor Hamer doktor az embriológia, vagyis az egyedfejlődésig lapozott vissza, hogy így mondjam, hiszen ebből mindannyian vizsgáztunk, akik medicinát végeztünk. Az egyedfejlődés arról a 9 hónapról szól, ami az anyamében telik el a megtermékenyített petesejt fejlődése egészen a gyerek születéséig. A megtermékenyített petesejtből a 8.-10. napon 3 csiralemez alakul ki, ezt látjuk sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Ezekből a csiralemezekből csak egy bizonyos működést végző sejtek fognak kialakulni, és amint látjuk, mindegyiknek megvan a saját idegi központja. A sárga színnel jelzett sejtjeink az összes a túlélésünket biztosítja, és az agytörzs irányítja ezeket az életfeladatokat, vagyis hogy legyen elegendő levegő, víz, táplálék, fény és hang a túlélésre. Ezeket falat konfliktusoknak nevezte Hamer doktor, tehát itt nem csak a táplálékfalat a falat konfliktus, hanem az összes többi is, amit elmondtam. Ezeknél a programoknál először mindig sejtet szaporítunk, majd a megoldásban fogjuk lebontani gyulladásos folyamatok között a sejteket. Természetesen ez csak akkor indul el, ha sokáig benne ülünk a konfliktusban. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemez vagy mezoderma sejtjei két irányban differenciálódnak. Az egyik fajta sejtet a kisagy, a másikat a nagyagyfehér állománya irányítja. Azok a sejtek, amelyeket a kisagy irányít, a vélt vagy valós támadásokat fogják megoldani számunkra. Erről is, épp úgy, mint a falat konfliktusokról van egy összefoglaló előadást, tessenek megnézni. A fölötte levő agyi képlet pedig az önleértékeléssel foglalkozó konfliktusainknak lesz a becsapódási helye. Itt fogjuk megtalálni agyi szinten, koponyacéktén a megfelelő hámeri gócokat. Mindig az önleértékelés önpusztítást jelent, vagyis itt először sorvasztjuk, utána visszaépítjük a sejteket. Természetesen fájdalmak közepette az önleértékelésről is van külön webkonferencia anyag. A pirossal jelzett csiralemez, a külső csiralemez, amit látjuk, ezt az agykéreg irányítja, és a pirosban az elválasztási konfliktusokra utal, de az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusokat,
is irányítja, irányítja a jövőből és múltból érkező félelmeinket, irányítja a haráncsikolt izmainkat, és az összes érzékszervünknek az információját az agykéreg fogja feldolgozni. Ami nagyon fontos üzenet számunkra erről a rajzról, amit Hammer doktor készített, az, hogy nincsenek áttétek. Biológiai képtelenség azt gondolni, hogy mondjuk egy endodermából származó sejt, legyen az prostata sejt, gondol egy nagyot és merészet, elköszön az agytörstől, bejelentkezik mondjuk a fehérállományi központba, és azt mondja, hogy én csontsejtés szeretnék alakulni. Tehát ehhez nagyobb, de nagyobb képzelő erő kell, mint megérteni az öt természettörvényt. Tehát ez maga az elme baj, maga, hogy ezt feltételezzük. Ez maga a pszichózis, hogy áttétek vannak. Hát szóval ez kérem szépen, igen, a helyzet az, hogy egy daganat után ki tud alakulni még második, harmadik, negyedik daganat is. De nem áttétként jön össze, hanem minden félelmünkre elindítunk egy újabb és egy újabb biológiai programot, és ahogy azt Hammer doktor is leírta, a daganatos beteg nem a daganatába, hanem a biológiájának a teljes lemerítésébe hal bele, mert annyi félelmet és annyi programot indít el ezáltal. Talán pont itt a kulcsfontossága a gyermekgyógytudománynak, hogy még egészségesen ismerjük meg, és nem betegen, vagy nem egy diagnózissal a kezünkben, hanem akkor, amikor még minden rendben működik a biológiánkban, egyrészt talán van egy egészségmegőrző hatása, hiszen eldönthetem, hogy mennyire fontos, hogy igazam legyen, esetleg annak árán is, hogy fájni fog a nyakam, ha megoldom. Hát igen, ezt el lehet dönteni. Vagy pedig akkor, amikor még a programjaimnak a megoldására keresem a válaszokat, már az is egy óriási segítség, ha tudom, hogy mire számíthatok, és hogy ez hogyan oldódik meg, gyakorlatilag egy térképet kapok a biológiámhoz, a testem működéséhez. Én ezért is szeretem a gyermekgyógytudományt. Ez így van, és amint az kiderült, minden félelmünk egy újabb programot indít el, ne felejtsük el. Most ezen az ábrán, amit szintén ugye Hammer doktor készített, látjuk a Hammeri iránytűt, vagyis az előbbi grafikont, görbét, és fölötte két szint. Mert valójában mit tudunk tenni a túlélés érdekében? Vagy sejtet építek, és itt látjuk a konfliktus aktív szakaszban a sárga szint, a konfliktus aktív szakaszban, de akkor nyilván, hogy a felesleges sejteket lebontjuk a megoldási szakaszban. Vagy sejteket sorvasztok a konfliktus aktív szakaszban, és ezt a megoldási szakaszban visszaépítem. Vagy működést változtatok, fékezek, blokkolok a konfliktus aktív szakaszban, és ezt a működést helyreállítom a megoldásban. Ez annyira egyszerű, hogy egy 10 éves gyerek is megérti. Legjobb lenne, ha iskolába tanítanák legalább az öt természettörvényt a gyerekeknek. A krónikus betegségeknek pontosan az a rákfenéje, hogy nem oldjuk meg a konfliktust, benne maradunk, akkor természetesen vagy túlzott sejtszaporulatot, vagy túlzott szövethiány, vagy egy olyan működésblokkolás áll be, ami hát évekig, évtizedekig eltartott, például cukorbetegség. A policiklikus lefolyás azért áll be, mert a megoldás, a konfliktus megoldása nem történt meg érzelmileg. És valahányszor sínre kerülünk, az egész program újra kifut, mert van rá elég ideje. Tehát ritkán kerülünk sínre. Viszont ha gyakran kerülünk sínre, akkor függő gyógyulás alakul ki. Itt ezek a kicsi rövid kék szakaszok pontosan az újbóli és újbóli sínre kerülés jelentik, és amint látjuk, a piros szakasz nem tud végigfutni, nem tud epileptoid krízisbe átmenni, és nem tudja a programot befejezni a szervezet. De amint a következőkben majd látni fogjuk, ebben is segítséget nyújt nekünk a My Student and Make Her az arhaikus varázsdallam. A negyedik természettörvény rámutatta arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, azok csíralemezhez kötötten segítenek nekünk a gyógyulási szakaszban. Ezt Hammer doktor fedezte fel. Már Louis Pasteur idejében Antoine Béchamp is mondta
Louis Pasteurnek, hogy azokat, amit látnak a mikroszkóp alatt, nem ők okozzák a betegséget, de hát, amint azt tudjuk, Louis Pasteur a halálos ágyát vissza is vonta a feltételezéseit, ugyanis nem a mikrobák, hanem a környezet az, ami fontos, mondta ő halálos ágyán, de vannak bennünk élő és rajtunk kívül élő mikroorganizmusok, ez teljesen természetes. A negyedik természettörvény a bennünk élő mikroorganizmusokra, a gombákra, a gombabaktériumokra, a baktériumokra és a vírusokra vonatkozik. Tehát ők nem az ellenségeink, és hogyha valakinek hepatitis C vírus fertőzése van, idézőjelben a fertőzést, ha leszokik a bosszankodásról, akkor ez az egész be fog fejeződni. Ez a függő gyógyulás miatt áll fenn. És a többit természetesen a négy az előző előadásokból, illetve a természettörvények taglalásánál megtaláljuk. Az ötödik törvény teszi fel a koronát Hammer doktor munkásságára, hisz rámutat, hogy már a DHS pillanatában kapunk egy biológiai segítséget arra, amit érzelmileg nem tudunk megoldani. Az, hogy mi történik biológiailag bennünk, az attól függ, hogy mi hogyan éltük meg az adott konfliktust. Tehát az adott félelemre milyen gondolatot asszociáltunk. És valójában a félelem és a gondolat asszociálása az, ami elindítja a programot. Csak magyar nyelven nevezzük ezt lelki megrázkódtatásnak, de ennek semmi köze nincs ahhoz a lélekhez, amiről egyéb szinten beszélünk. Az akadémikus orvoslásban hát azt feltételezik, hogy az emberi test csupán egy vegyi elemekkel, fehérje részecskékkel, zsírmolekulákkal teli nagy zsák. Bármikor történhet benne valami hiba lehetőség, tehát menjünk el szűrővizsgálatokra. Hát kérem szépen, aki nem fogja magát szarul érezni, garantálom, hogy nem fog soha vastagbélrákot csinálni. Aztán mind járhat szűrésekre, esetleg már magától a vizsgálattól is szarul fogja érezni magát, és elindítja a programot. Tehát jó lenne a gondolkodásunkon valamit is változtatni. Nos, a Hammer doktor, mint tudjuk, a 56-ban nősült, vette feleségül Sigrid Oldenburgot, akitől négy gyereke született. 76-ban a 20 éves házassági évfordulóra írt egy ötverszakból álló dalt a feleségének. A szöveget, a dallamot egyaránt Hammer doktor írta. Most látjuk itten a jobboldali képen a dallamnak az ívét, és látjuk alatta a Hammeri iránytűnek az ábrázolását. Milyen véletlen egybeesés, hogy ezek az ívek olyan szépen igazodnak egymáshoz. A 700 oldalas könyv lefordítása után már több előadást is tartottunk ebben a témában, és most egy nagyon érdekes előadás lesz egy elég bonyolult történetről, ugyanis a konstellációkat ismételten szükséges lesz egy kicsit felidézőt. De amint Hammer doktor leírta a mágikus képességeket, ami ebből a dalból fakad, kiderül, hogy mind az állatok, mind pedig a meg nem született anyamében levő babák, ha más tudatterméket hallgatják, akkor mindannyian megnyugszanak. Ezért is írja, hogy a bölcs terhes asszonyok az egész terhesség, várandóság ideje alatt, beleértve a szülés idejét és még utána is, hallgatják a Majstudentenmégent. A 35. esetben arra mutat rá Hammer doktor, hogy a csirkék 8 óra helyett már 5 vagy 6 órakor bemennek abba a csirkeolba, ahol szól ez az arhaikus dallam, azelőtt meg nem lehetett beterelni az oldba a csirkéket. Szenzációs eset leírások vannak ebben a 700 oldalas könyvben. Ebből próbálok majd
még bemutatni nagyon tanulságos történeteket, de átismételjük, hogy hogyan is hat a Meisterdenten méghen. Ugye a kisoldás azt jelenti, amit itt látunk ezen a képen, hogy a konfliktus aktív szakaszra van, ha valaki elkezdi hallgatni a Meisterdenten méghen, akkor megtörténik a kisoldás, vagyis a konfliktus aktív fázis látjuk, hogy letranszformálódik. A konfliktus tömeg lecsökken, és ezáltal megoldhatóvá válik, illetve a megoldásban nem fogunk szenvedni a megoldási tünetektől. Ez egy nagyon lényeges dolog. A konfliktus aktív fázisra ugye az jellemző, hogy feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok elaludni, ha éjjel elalszom, felébredek, tehát bárkinek elalvási problémája van, vagy éjszaka felriad, ha hallgatja ezt a dallamot, akkor szépen végig fogja aludni az éjszakát. Ugyanakkor a pánikot is csökkenti. Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban, igen, a kortikális, tehát a kérgi, a piros mezőhöz, amint látok a három csiralemezben, oda tartozó konfliktusokat letranszformálja, viszont az endodermális és mezodermális konstellációkat nem transformálja le, hanem leállítja. Leállítja, tehát satúféket tesz ezeknek a konfliktusoknak az idején, kivéve ugye az optikai sínt. Az optikai sín megakadályozza a programoknak a kifutását, lezárását, vagyis újraindítja az optikai sín az egész programot. A lényeg az, hogy ha megoldási szakaszban vagyunk, és éjszaka hallgatjuk ezt a csodálatos dallamot, akkor megakadályozza a recidivákat, ugyanis az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, tehát álmunkban is képesek vagyunk recidivákat megélni, de ha hallgatjuk a dallamot, akkor ez nem fog megtörténni. És látjuk ezen az ábrán, hogy a konfliktus megoldása után az exudatív fázist az epileptoid krízisen átolja a hegesedési fázisba. Itt is az optikai sín az, ami megszünteti átmenetileg a dallamnak a hatását, de ha tovább hallgatjuk a dallamot, természetesen ismételten hatni fog. Itt látjuk azokat az ábrákat, amit már kivetítettem a krónikus betegségek során, és látjuk a policiklikus lefolyást, illetve ha betesszük a Meisterdenten méghent, akkor ki fogja vezetni ezt az elakadt programot, és lezáródik a program, de mondom, hogy optikai sín az továbbra is egy nagy kérdőjel. A függőgyógyulásnál is ugyanez a helyzet, tehát ha valakinek nagyon hosszú ideje tartó fájdalma van, és beteszi a Meisterdenten méghent, segít kivezetni a programot, és a fájdalomnak vége lesz. Na most, ha hallgatjuk a Meisterdenten méghent, és mégsem múlik a fájdalmunk, az azt jelenti, hogy az optikai sín még mindig jelen van az életünkben, és nagyon gyakran. A lényeges tudnunk a mágikus képességeket, és a könyvében Hammer doktor 10 mágikus képességet ír le, ami hatással van emberre, állatra egyaránt. Az első, hogy minden pánik átkát megtöri ez a dallam, hogyha az ember hallgatja, és gyakorlatilag megnyugszik tőle. A konfliktus aktivitás megmarad, mint biológiai program, azt láttuk az előbb is, akár lefékezi, akár letranszformálja, viszont a pánik átkát megtöri. Csak jó lenne odafigyelni rá. Természetesen, akinek kifogása van Hammer doktor hangja ellen, a dallam stílusa ellen, meg nem tudok németül, meg hadd nem mondjam, hány kifogást hallottunk, azokkal nem tudunk mit tenni, mert ilyen, itt nem a kifogásokat kellene keresni, hanem meg kéne próbálni, hogy hogyan is hat ez a dallam. Mert emberre, állatra egyformán hat. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a hozzáállás a fontos. Ha tudom azt, hogy van egy dallam, ami segít egészségessé válni, segít letranszformálni a konfliktusaimat, én azt értettem
meg ez alatt, hogy akár intenzitásában, akár hosszában is segít ezeket a konfliktusokat olyan szintre vinni, a konfliktus tömeget olyan szintre vinni, hogy ezt a biológiánk könnyebben tudja átvészelni. Tehát nem szórakozásból, nem kedvtelésből, nem hobbiból kellene ezt a zenét hallgatni, és nem egyszer-kétszer, amikor úgy ezt lehet, mint a kedvenc slágerem, hogy olyan régen nem hallottam, játsszuk le. Igen. Ez egy egészségvédő zene, amit zene. Folyamatosan hallgatni kellene, igen, függetlenül attól, hogy ez mennyire trendi vagy sem. Ez nagyon örülök ennek a jelzésnek, mert ez pont így van. És azt se felejtsük el, hogy meghallgatása alatt ugye a konfliktus recidivák becsapódását ugye megakadályozza, kivéve ugye optikai sín. Az aktív rákot megállítja anélkül, hogy megoldaná, ezt Hammer doktor Missing Linknek nevezte. Vagyis ez a hiányzó láncszem, ami segít a gyógyuláshoz. Így van. Minden aktív kortikális konfliktust letranszformál, vagyis azokat, amelyek a piros mezőhöz, ektodermához tartoznak, hogy mindenkinek egyszerűbb legyen megérteni, ide tartoznak a mozgatóközpont előtti, a mozgatóközpont, érzőközpont, érzőközpont utáni, látókéreg, hallókéreg és birtok konfliktusok. Tehát ez azt jelenti, hogy a konstellációkat is le fogja transformálni, a birtok pszichózisokat a dal hallgatásának idejére. Ez nagyon lényeges kérdés, tehát nem fogja megoldani helyettünk a konstellált állapotot, viszont élhetővé teszi az életet, és teljesen normálisan fogunk működni. A más tünetem még, hogy ki tudja védeni a kapott morfium után jelentkező elvonási tüneteket, ugyanis rezgései kitolják a morfium rezgéseit és a betegben lévő pánikot. Fájdalomterápia új módja, tehát morfium nélkül. A kortikális reuma fájdalmakat, amiről tudjuk, hogy a legdurvább elválasztási konfliktusokat jelenti, ezért tartozik a kéreghez, konfliktus aktív fázisban levő csonthártya idegháló fájdalmat gyorsan képes csökkenteni, kedves reumás betegek. Aztán a negyedik képessége a másodlete méhennek, mármint mágikus képessége az, hogy kitolja az öregedést. Miért? Mert megint kortikális konfliktusokról van szó, és ezért az Alzheimert, a demenciát, agyvérzést, Parkinsont, különböző bénulásokat jelentős mértékben tudja javítani, sőt, teljesen meg is szüntetni. Az agyödémát jobban megoldja, mint a kortizon, és végre a másodlagos méhennel a kezünkben van egy csodálatos segítség, minden úgynevezett csontfájdalom ellen segítséget nyújt. Erről is volt már szó webkonferencián, de remélem, hogy még lesz. Nos, ami eddig fellelhető a weblapunkon, illetve a saját YouTube csatornán, azok a következő esettörténetek ebből a könyvből, a mellett érintő biológiai programok 2. második részben találunk esetbemutatást, az agyvérzésről és egyéb agyi történésekről című előadásban is van más tudenten még ebből esetbemutatás, van egy külön előadás az éberkóma és az archaikus varázsdallam címmel. A Parkinson-kor és germán gyógytudomány alapján, a Parkinson-kor a germán gyógytudomány alapján című előadásban a kéz és láb Parkinsonját, bénulását taglaljuk, egy 37 éves férfi, aki a szüleit hálószobában inflagrandit találta. Az alsó végtag biológiai programjainak összefoglalásában a klaudikáció intermittens, vagy a kirakat betegség során egy esettörténetben mutatjuk be, hogy hogyan hat ez a dallam, és ugye a mentő őv szülőknek és gyerekeknek című előadásban a gyermekek szellemi fejlődéséről van szó. Ezek mind megtalálhatóak a YouTube csatornánkon,
egy lejátszási listában, és nyilván ez az előadás is be fog oda kerülni. Na most a mindenki számára, hogy érthető legyen, a konstelláció nem csak a csillagok együttállását jelenti, hanem két szemközti agyféltekében egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan zajló értelmes biológiai különprogram. És ennek a lényege, hogy ez viselkedés változást fog létrehozni, ami a túlélésünket szolgálja. Itt látjuk az agytörzsi konstellációnak a klasszikus képét, ugye a két vesegyűjtő csatornának látjuk itten bekarikázva a hámeri reléjét, központját, ilyenkor a viselkedés változás a teljes zavarodottságról, konsternált állapotról szól, amikor az illető azt se tudja, hogy hol van, nem ismeri meg a hozzátartozóit, ha sokáig ez az állapot fennmarad, akkor kialakul egy divergens strabizmus, vagyis egy kancsalság, a vizelet mennyisége egyre kevesebb, oligúria alakul ki, tehát maximum 2,5 deci vizeletet ürít, vagy 1,5 deci vizeletet ürít, és mivel ezt veseelégtelenségnek fogják nevezni, művesek kezelést fognak elindítani ezeknél az embereknél. Erről külön az ödémákról szóló webkonferencia anyagban szó volt. Aztán itt látjuk a kisagyi konstellációnak a képét, a két emlőben külön-külön becsapódó konfliktust, ami ugye a fészek vita konfliktus és aggódás miatt alakul ki. Nos kérem szépen, ilyenkor viszont a konstellált állapot leállítja a daganatnak a növekedését, leállítja a fejlődését, viszont a viselkedés változással egy teljesen kiégett lelkiállapotot fogunk elérni, amikor is robotpilótaként az illető végzi a munkáját, hogy azokat, akikért ő aggódik, ugye mind anyagyerek, mind partner oldalon aggódást megélt, ezeket el tudja látni. Fehér állományú konstellált állapot mindig arról szól, hogy megalomán lesz a viselkedés, tehát ha ez nem így lenne, akkor teljesen elsorvasztaná az illető magát mind anyagyerek, mind partner oldalon, tehát a megalomán konstelláció, a nagyzási mánia, hogy így mondjam, köznyelven, vagy a nagyot mondó, egyszerűbben a hazudozó emberek, krónikus hazudozó emberek, illetve az, aki mindig mindenkinél mindent jobban tud, nos ezek a dolgok jellemzőek, meg külsőséges megnyilvánulása is vannak a megalomán státusznak, ez mind ide tartozik. És eljutottunk az agy kéreghez, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy részletesebb térképet is mutatni. Itt látjuk a birtokzónákat, jobb és bal oldalt vannak a nőies, jobb oldalt a férfias birtokzónák. Ugye természetes, hogy a fajfenntartáshoz férfira és nőre van szükség biológiailag, és más-más konfliktus lesz lényeges egy férfi és más egy nő számára. Itt van ebben a továbbiakban a esetbemutatásban. Említést teszünk a rémületfélelem, a szexuális konfliktus és identitás konfliktusról. Ezek mind nőies birtokzónába tartozó konfliktusok, hiszen ezek tipikusan női történetek. Ne feledjük, hogy a szexuális konfliktus a legsúlyosabb konfliktusok közé tartozik. Ez férfi és nő egyaránt megéli, viszont a fajfenntartásban, ugye a gyereknevelésben mégiscsak a nőnek van biológiai szerepe, főszerepe, és a meg nem termékenyítettség konfliktusa ebből adódóan őt fogja érinteni. Itt érintett szerv ugye a szívkoszorú ér vénás része, illetve a ményak laphámja. Vigyünk ezekre egy-egy példát, hogyha szabad, és akkor maradjunk a terhesség alatti időszakhoz ragaszkodva, bár nem szeretem ezt a szót, hogy terhességgel használjuk akkor ezt.
A rémületfélelmet kelthet egy fiatal nőben az is, hogyha kiderül, hogy ő most áldott állapotban van, Igen. hiszen lehet, hogy egy nem tervezett, nem várt esemény az, ami megjelenik kétség formájában a Igen. terhességi teszten. Rémületfélelmet válthat ki például a hírre adott reakció. Nagyon sokszor pontosan ezek a reakciók annak a közösségnek a reakciója, aki számára mérvadó. Például olyan kérdések feltétele, és mit fogtok csinálni, és miből fogtok megélni, és van-e olyan lakásotok, ahol elfértek, és kire tudtok számítani, hogyha bármi van. Ugye ezek nem azok a kérdések, amelyek egy örömteli pillanatban várhatóak lehetnek. De rémületfélelem konfliktus lehet az is, amikor egy fiatal hölgy az áldott várandós állapotában megijed attól, hogy akkor most hogyan fogja a férjével a kapcsolatát fenntartani. Képes lesz-e még bizonyos dolgok elvégzésére, itt most nem feltétlenül a hálószobai kötelességet gondolom, de ez is köztük van. De bármi rémületfélelem, ami váratlanul érkezik, és elakad a hangon köpni, nyelni nem tudok, tehát ez a biológiai válasz, gyakorlatilag ebből tudjuk, hogy mit éltünk meg rémületfélelemként, hogy elakadt a hangunk. Igen, hallottam olyan banálisnak tűnő beszámolót, amikor a kismama az ultrahang felvétele alatt kap egy rémületfélelmet, mert nem volt bekapcsolva a hangszóró, és nem hallotta a baba szívverését. És hát nagyon megijedt ettől, hogy akkor most nem hallja nem a hallja szívét. Baba. Hát igen. Egyszerűen csak nem volt bedugva valamilyen kábel, és az a 2,5 perc, még ezt meg tudta jegyezni, addig, hát ahogy a kismama mondta, hogy ezt nem kívánja senkinek. Szexuális konfliktus lehet pontosan az áldott állapot miatt is felmerülő kérdés, hiszen nem mindenki tudja ezt az állapotot más állapotnak kezelni. Sajnos ilyenről is gyakran hallottunk, hogy a férfi folyamatosan közeledik szexuális vágyával a feleségéhez, még akkor is, amikor annak már semmilyen porcikája nem kívánja. Itt azért vannak szexuális jellegű konfliktusok, olyan pozícióknak, vagy olyan eseményeknek a megtörténte, amit mondjuk a kismama pont az állapotánál fogva már nem kívánatosnak tart. És itt van az identitás konfliktus is, amiről szintén szót kell ejteni, mert gyakran mondjuk azt így viccből, hogy neked most kettő helyet kell lenned, és megkérdezik a kismamát, hogy akkor ez most kisfiú vagy kislány, és akkor jön a következő mondás, nem baj, majd a második, a harmadik, a negyedik, az fiú lesz, vagy lány lesz. Identitás konfliktust okozhat az is, amikor olyan szól bele a szülés utáni időszakba, akit mondjuk nem feltétlenül kér fel tanácsadónak, igen, nemrég olvastam egy humoros bejegyzés, hogy csak két esetben adok tanácsot, ha kérik, és ha nem. És ha nem. Mert vannak, sajnos vannak ilyen ismerőseink. Igen. Az identitás konfliktus, ez maga az új szereppel való megbékélés, és hiszen ha egy fiatal anyukáról van szó, aki mondjuk még a fogantatás előtt hónapokkal még bulikba járt, és nem a háziasszony szereppel azonosult, mondjuk nem is tervezte ezt a kisbabát, vagy nagyon aktív anya volt, vagy nagyon aktív háziasszony volt, akinek saját karrierje volt, saját élete. Lehet, hogy nehezen viseli azt, hogy most évekig a lakásban marad, és hát az élete a kis pelenkák körül forog. Identitás konfliktus lehet az is, hogy akkor most anya vagyok, feleség vagyok, na ki ez vagyok, az. Hova tartozom, kinek a véleménye mérvadó. Vagyis a szülés utáni aranyér megjelenése az nem a szüléstől van, kedves hölgyeim, hanem pont ennek a konfliktusnak a megélése miatt van,
és ha valakinek volt szülés után ilyen aranyeres programja, akkor be fogja tudni azonosítani ezt a történetet. A területkijelölés pedig, amint látjuk, mind a férfi, mind a nő számára egy nagyon lényeges dolog, vagyis körbejelöljük vizelettel a területünket, ne szóljanak bele az életünkbe. A férfias birtokzónában a birtokféltés konfliktust találjuk, és mint látjuk, ez is két gócot tartalmaz, épp úgy, mint a rémületfélelem, mert ezeknél a konfliktusoknál van külön nyálkahártya, és fölötte pedig izomrelé. A lényege a birtokféltésnek, hogy például a gyerek félti az anyját, mert valami történt vele, vagy már nem úgy viselkedik vele, mint eddig. A birtokvesztésnél pedig az a lényeg, hogy teszem azt egy hölgy, mert ugye itt várandós hölgyről beszélünk, ha lelép a férje egy fél évre, akkor azt nagyon komoly birtokvesztés konfliktusként fogja megélni, fogunk látni erre példát, és hát minden bosszankodás, ami tiszta felesleges az életünkben, ide ebbe a relébe fog becsapódni, és ez a gyomor kis görbületét, vagyis gyomorfekét, epekivezető csatornát, illetve hasnyálmirigyet fog érinteni, és ezek teljesen, de teljesen felesleges történetek. Nos, ezek után akkor nézzük meg ezt a történetet, ami a terhesség alatti konstellációról és pszichózisról szól, a hetes eset a Maestudenten Mädchenből. Ahogy Hámer doktor írja, izgalmas eset Németországból, 24 éves ötgyermekes jobbkezes nőbeteg, 2013. januárjában ismét terhes lett, 13. De hát korábban, 2011. májusában volt a betegnek előtte egy terhessége és paranoid hallucinációs kizofrénia alatt. Ő az ördögöt látta az ágynál állni, kapott haloperidol injekciót, természetesen nem segített rajta, elvetélt, és ezután gyermekágyi pszichózisa többször is jelentkezett és volt pszichiátriai klinikán. Aztán amikor 2013. januárjában ismét terhes lett, tehát most értünk el az aktuális dátumhoz, az ördögöt már nem látta, csupán hallotta, ezen kívül még más hangokat is hallott, állandó fájásai voltak, vérzett, depressziós volt, tehát terhességi pszichózisa volt, és fenyegette a vetélés. A házi orvos elért neki ágynyugalmat, a vérzése csökkent, a fájások maradtak. De minden percben a vetélés fenyegetett, és ez így ment az ötödik hónapig. A beteg nem hízott, hanem 7 kilót fogyott. Azt mondta, senki nem látta rajta, hogy terhes. A nőgyászok véleménye az volt, hogy ez egy ilyen, ahogy németül mondják, Mangelgeburt, vagy small for date baby lesz, egész pici és kis súlyú. Remélem jó volt a kiejtésem, mert én franciát tanultam. Szóval, amikor az orvosok abortuszt emlegettek, a beteg 2013. június 11-én kétségbe esetten hívja fel Hammer doktort, mert ugye már ismerte, és Hammer doktor megkérdi tőle, hogy teljesen elfeledkezett már a germán gyógytudományról és a Maestudenten Mädchenről. Majd azzal zárta mondandóját, hogy az egyetlen, ami segíthet itt, ebben a helyzetben, ez az archaikus varázsdallam. Meg is egyeztek abban, hogy a beteg éjjel-nappal fogja hallgatni a dalt. A germán gyógytudományt már régóta ismerte a beteg, egyemellettel lejjebb lakó anyja Szüdeg-szindróma miatt hallgatja sikeresen éjjelente a dalt. A beteg is csak a paranoia miatt feledkezhetett meg a dalról, jegyzi meg Hammer doktor. És megtörtént a csoda. 3 hét múlva a beteg arról számol be, hogy 7 kg-ot hízott ez idő alatt, és éjjel-nappal hallgatja a Maestudenten Mädchent. És a baba is megháromszorozta a súlyát, azaz elérte a normál súlyát, amit a nőgyógyászok nem is értenek, hogy hogyan történhetett. Nincsenek fájásai, kicsit depresszív,
De jó az étvágya, jól alszik, nem is érti, miért nem gondolt azonnal a más studentem Mikerre, ami az anyánál is csodákat művelt. Amer doktor figyelmezteti. Ha a szülésnél kikapcsolja a más studentem Mikert, akkor súlyos gyermekágyi pszichózisa lesz, tehát ezt nehogy megtegye. A lány nem biztos, hogy megértette Hammert, minden esetre megígérte neki. Egy három évvel korábban, 2010-ben készült CT felvételt látjuk itten, amikor a beteg 21 éves volt, és 4 gyermeke volt. Az első 15 évesen szülte, hoppán. Itt látható balra a szexuális konfliktusra rendelkező beteg posztmortális konstellációja. Tehát az egyik a birtokvesztés konfliktus itt van, a másik pedig a másik oldalon vele szembe. Aztán látjuk a bal oldalon három nyilat látunk, sajnos bele kattintani nem tudok, remélem, hogy oda mutatta a nyíl. Tehát a lényeg az, hogy a bal oldalt a női birtokzónában benne van az 5 évesen elszenvedett konfliktusa, mégpedig a következő képen. A szomszéd gyerekkel papás-mamást játszott 5 évesen, és egymás után a kölykök a beteget az ujjaikkal megfosztották a szüzességétől. Bal középső nyíl, ugyanakkor rémületfélelmet is megélt ez a gyerek, 5 éves gyerek, ez a bal felső nyíl, valamint identitáskonfliktust is, ez a bal alsó nyíl, megélt ez a gyerek, és ez a három konfliktus egy időben történt egyszerre, azért is csapódott mind a megfelelő helyre, jobbkezes nőről beszélünk, és még mindig aktívak ezek a gócok. A jobb felső nyíl, az a birtokféltés, az alatta levő pedig a birtokvesztési konfliktust mutatja. Az, ami itt jobb oldal található, mint birtokvesztés, azt az anyával megélt konfliktus miatt élte meg, hiszen amikor a bátyja 16 éves volt, akkor hát úgy gyereket nemzett, és az anyja a sógornő gondozásával foglalkozott, elhanyagolva a 11 éves lányt. Ebből adódik, hogy ennek a leánynak 11 éves korában megjött a menstruációja. Tehát 11 éves korában élte meg a hölgy, a betegünk ezt a újabb két konfliktust, és ez volt az, ami meghozta a menstruációját, ugyanis az 5 évesen elszenvedett másik három egyszerre becsapódó konfliktus a női birtokzónát teljesen lezárta, és nem is jöhetett volna meg hamarabb a menzesze. Na most, amikor 13 évesen ugye összejött ezzel a pettingelő fiúval, és megélt egy újabb szexuális konfliktust, ez már csak a túloldalra tudott ismételten becsapódni, és ekkor le is állt a menstruációja. Majd 15 éves korában, 2 év múlva megismerte a mai férjét, akivel együtt is hált, és amikor ez a fiú egy fél év elteltével ott hagyta, ez a második birtokvesztési konfliktus ismételten a jobb oldalra csapódott be. Úgyhogy ettől kezdve megjött a menstruációja, de recidiváló pszichózisa volt, tehát folyamatosan visszatérő pszichózisa volt. Gyakorlatilag két szexuális konfliktus és birtokvesztés konfliktus után ez a viselkedés ez teljesen egyértelmű, hogyha ismerjük a germán gyógytudományt, hogy hogyan alakulnak ki ezek a dolgok. Na most, amikor ugye a férje elment és visszajött, akkor megjött a menstruációja, jobb oldalt, ez a férfias oldal volt sinen, másik oldal nyitva megjött a menstruáció, és terhes is lett 15 évesen.
Ettől kezdve 12 éven keresztül recidiváló súlyos pszichózisokban szenvedett, ezek között voltak terhességi pszichózisok, gyermekágyi pszichózisok, volt két vetélése, és többször volt pszichiátriai klinikán. A 12 év alatt 6 gyermeket szült. Azáltal, és 15 évesen kezdte. Azáltal, hogy a problémáknak és a kríziseknek soha nem volt vége a házasságban, állandó pszichózisban volt. Komoly gyermekágyi pszichózissal többször kezelték pszichiátrián. A következő CT-képen, ez is 2010-ben készült, és ez a mai napig nem változott, írja Hammer doktor, egy halláskonfliktus konstelláció látható, tehát mind a jobboldali, mind a baloldali hallásközpontban láttunk Hammeri gócot, illetve jobboldalt kettőt, gócokat. Mind a három Hammeri góc okozza, hogy a beteg évek óta hangokat hall. Ezek voltak azok a hangok, amit ő úgy élt meg, hogy az ördög szólt hozzá. Ezek sokszoros konstelláció, ezt a sokszoros konstellációt a beteg számára elviselhetetlen érzések kísérték, és nagyon nehéz a megoldás, a konfliktus letranszformálása, viszont a más studenten méghen ezt meg tudja tenni. Igaz, hogy átmeneti megoldás, mert ameddig hallgatja, ameddig szól a háttérben a zene, addig ez le lesz transformálva, de ezzel már a beteg jól tud élni. Minden esetre százszorta jobb dolog hallgatni a más studenten méghent, mint egy pszichiátriai klinikán bent ülni 3 hónapot, ahol a beteg már 5-6-szor megfordult eddig, és jól érzi magát a dallam hallgatása során, tehát a kettő közt a különbség ég és föld. A más studenten méken időt és nyugalmat biztosít ahhoz, hogy a letranszformált konfliktusok és konstellációk elérkezzenek a megoldáshoz, és a legnagyobb óvatossággal közelítsük meg. A kérdés a következő, mi történt ezekben a hetekben, ami a babát megmentette? A beteg konstellációja, vagyis pszichózisa csak nem teljesen le volt transformálva. A más studenten mégen természetesen az aktív konfliktusokat és a konstellációt nem tudta megoldani, hiszen azoknak biológiai értelme van. De a beteg az enyhe depressziójával jól érzi magát, jó az étvágya, jól alszik, 3 hét alatt 7 kg-ot hízott. A terhesség hátralevő ideje a babával együtt tehát biztosított. 2. Nem csak az anya, hanem a baba is hallja a más studenten méket, és örömében 3 hét alatt 1,5 kilót hízott. A babának is lehetett konstellációja, amit megoldott, írja Hammer doktor. Fontos kérdés, hogy vajon a baba az anya mében, az anya konstellációja miatt maga is konstellációba kerülhet? 2 lehetőség van. 1. A gyermek elszenvedhet egy önálló biológiai konfliktust az anyától függetlenül. A legjobb példa erre az, ha az anya a második vagy harmadik hónapban egy fülsiketítő rockkoncertre megy, vagy egy körfürész közelében tartózkodik. Ez az anyának a mai ösztön nélküli világban semmit nem jelent, jól érzi magát, viszont az embrió egy biológiai konfliktust szenved el, halláskonfliktust, és ha ebből 2 szenved el, akkor ugyanígy fog kinézni a koponya CT-je az újszülöttnek, mint itt az anyukának, amint látjuk, vagyis kialakul a Down-kor. Ez az egyik lehetőség, amit korábban a megszokottnak és egyetlennek tartott Hammer doktor. A Down-kornak a leírásával is külön esettörténetben foglalkozik, tehát hogyha a súlyos, mindkét oldali hang konfliktust a baba a méhen belüli életben fogja megélni, akkor ezt a CT-képet kapjuk, és Down-kóros lesz. Ha viszont felnőtt korban éljük meg a hangkonstellált állapotot, akkor hangokat fogunk hallani, amelyek természetesen nincsenek ott.
Elméletileg lehetséges, és esetünkben adja is magát a második lehetőség, hogy az embrió úgymond szimpatizál, együtt érez az anyával, akinek a konfliktusát asszociálja. Másképp nem is képzelhetnénk el, hogy az embrió az anyával együtt annak pszichózis esetén veszít a súlyából, vagy egy kis epilepsziát szenved el, idézőjelben a megoldást követő fázisban. Ami a szülés után is visszatérhet, ha az anya megfeledkezik a My Studenten méghennek a hallgatásáról, vagy leállítja a dalt. És a megoldás a My Studenten méghen dallal. Ha az anyák a terhesség kezdetétől hallgatnák a My Studenten méghen, lenne még dankóros gyerek? Gyanítom, hogy nem, írja Hammer doktor. Nem érne meg ez a dolog egy ilyen kis ráfordítást? Az archaikus dallam jót tesz a még meg nem született babának ugyanúgy, mint az állatoknak is. Kedves olvasóim, tudjátok, hogy ez mit jelent? Vajon a jövőben melyik hasonló körülmények között lévő anya mondana le a My Studenten méhenről? És melyik szülést segítő személy tudná a jövőben ezt megtagadni? Ez egy olyan nagyszerű találmány, hogy libabőrös lesz tőle az ember. Miért javaslom a betegnek, hogy a szülésen túl is egyfolytában hallgassa a dallamot? Egészen egyszerű. Rájöttem, hogy a pszichózis teljes nagyságában úgynevezett gyermekágyi pszichózisként visszatér, ha a My Studenten méhen le lesz állítva. A szülés után óvatosan meg kell kezdeni a konstelláció második konfliktusának a megoldását, és csak ezután lehet az archaikus dallamot leállítani. De ennyi idő alatt többnyire hozzászoknak már a betegek, úgyhogy inkább tovább hallgatják. Az biztos, hogy ártani nem árt. A My Studenten méhen nélkül fennáll a veszély, hogy a második konfliktus és a vele egy akut pszichózis is visszatér. E tekintetben tudnunk kell azt, hogy manapság a legtöbb embernek konstellációja van. Többnyire letranszformálva. Ilyen konstelláció nélkül a legtöbb nőnek például nem lehetne tetejérése, tehát nem lehetne gyerekesen. Ma mindenkinek ott van a táskájában egy pszichiátriai klinikára szóló beutaló, arra az esetre, ha valamiért a konstelláció felerősödne. Ez igen könnyen előfordulhat, ha a beteg ismét egy régi sínre kerül. Ha ezután mániás lesz, ahogy látjuk itt a bal oldalon, vagy éppenséggel depresszív lesz. Ezután az mind a mérlektől függ, vagyis attól függ, hogy melyik konfliktusa kerül sínre, mert az az oldal, amelyik sínre kerül, az az oldal lezár, és ezért a másik oldal nyit. Tehát ha férfias birtokzónába becsapódott konfliktus kerül sínre, jelen esetünkben a férjel való vita veszekedés, illetve hát a birtokvesztés konfliktusa, akkor természetesen van menzesze és teherbe esik. Ha viszont a petting boys-zal kapcsolatos konfliktusa kerül, hát hogy mondjam, sínre, akkor a viselkedése mániás lesz. Természetesen ez a szexuális aktivitásra is ki fog hatni. Szóval hallgatni kéne tehát éjjel-nappal ezt a csodálatos dallamot, hogy ezek a mérlegállások ne legyenek extrémek, hanem kiegyenlítődjenek. Idézem Hammer doktort. Az, hogy az életemben még egyszer felfedezhettem valamit, ami olyan betegeknek segíthet, akiket a pszichiátriákra bezárnak, méltóságuktól megfosztanak, ezt nem ismertem remélni. 14 nappal az előző beszélgetés után, tehát 2013. augusztus 1, a beteg felhívja a Hammer doktort, nem tudja, mi történt vele. Egyik sétája során elment a halálos balesetet szenvedett szomszédjának a háza előtt, aki egyben barátja is volt, és azt látta, hogy a ház színe teljesen más, és már a ház sem ugyanaz a ház. De más dolgokkal is hasonlókat tapasztalt. Ezen kívül ismét 3 kg-ot fogyott. Ólikája van.
tehát hasi fájdalmai. Nappal nem hallgatja a más studentemnéken, holott ezt megígérte Hammer doktornak, de jól érezte magát, ezért el is feledkezett a dalról. Hammer doktor válasza. A paranoid pszichózisa nem szűnt meg, kedves hölgyem, csak le van transformálva. Ha a más studentemnékent kikapcsolja, vagy a más studentem nélkül megy vásárolni, a paranoid pszichózis szőröstől, bőröstől visszajön. De ezt már ezerszer megmondtam. A beteg ismét ígéretet tett, hogy hallgatni fogja a dalt. Tehát látható, hogy a pszichózisok esetén fájásokkal járó terhességi pszichózisoknál, amelyeknek a konfliktusai nappal jönnek, nem elég, ha az ember a dalt csak nappal hallgatja. Örüljünk annak, hogy a más studenten a pszichózisokat leállítja, letranszformálja, és ezzel élhetővé teszi azokat. Az, hogy a gyermek születése után milyen irányban kell haladni, majd ahhoz mindkét pszichózis konfliktust meg kell oldani, először a másodikat, utána az elsőt. Ez most más lapra tartozik, akkor a baba már túl lesz a nehezén, tulajdonképpen ez az egész egyszerű is lehetne a más studenten nékennel, de sok beteg nem veszi komolyan a helyzetet, azt hiszik, ha jól érzik magukat, kikapcsolhatják a dallamot, nem értik a működési elvet. Egy hét múlva telefonbeszélgetés, ismét telefonbeszélgetés Hammer doktorral, a beteg beszámol arról, hogy ígéretének megfelelően hallgatja a dallamot, ismét van étvágya, 6 nap alatt 3,5 kilót hízott, és jól érzi magát. Hammer doktor kérdéseire a válaszai, nincsenek fájásai, azok inkább kólikás panaszok, a szomszédházát se látja már más színűnek, jól van, és továbbra is ígéri, hogy hallgatja a dalt még a szülés után is. Aztán van még egy telefonbeszélgetés szeptember 16-án, amikor a beteg dicsekedik, hogy kitűnően érzi magát, összesen 12 kilót hízott, a gyermek is jól van, és érzi, hogy a bába is megerősítette ebben, a bába asszony el van ragadtatva a más studenten méghentől, és más terhes nőnél is alkalmazni akarja azt. A beteg tudja, hogy a dal nélkül nem lenne már meg a gyermeke, és köszöni a dalt. Amint Hammer doktor írja, kedves olvasók, itt minden kommentár felesleges. A 2013 szeptember 14-én a beteg utólag megvallotta Hammer doktornak, hogy szeptember 14-e előtt egy hétig a klinikán feküdt. A gyermek farfekvése miatt az orvosok császárt mérlegeltek, amitől a beteg nagyon félt. Klinikán a többi beteg miatt nem tudta hallgatni a más studenten méghent, holott a klinika engedélyezte a szülés idejére a dal hallgatását, és így 2-3 nap múlva a betegnek ismét pánikus paranójája volt. Állítólagos bél problémája is volt, amik azonban már valós fájások voltak. Amint otthon hallgatni kezdte a dalt, a legrövidebb időn belül minden normalizálódott. A beteg ezt nem mondta el, mert tudta, hogy Hammer doktor veszekedett volna vele, de végén csak beismerte. A más studentem méghen, ahogy ez a példa is mutatja, lélegzett elállító pontossággal tud működni. 2013. október 25. A beteg a Hammer doktor tanácsára bemegy a klinikára, hogy a farfekvés miatt a császármetszésnél fellépő esetleges indikációkat megbeszéljék. Ezúttal egész idő alatt megállás nélkül hallgatta viszont a beteg a dallamot a klinikán. Az orvosok megállapították, hogy a mészáj 3 centire nyitott, és nincsenek fájások. Bár 5 napos túlhordás van. A következő reggelen, tehát október 26-a reggelre, ugye, az orvosok hazaküldik a beteget, mert elutasította a hölgy a szülés megindítását, azt mondta, hogy minek indítsák el a szülést, ha a baba jól van. 4 órával azután, hogy a beteg hazaért, a bába ismét megvizsgálta a mészájat,
Érem szépen, nem voltak fájásai, és legnagyobb csodálkozásra a Mészáj teljesen nyitott volt, szabad szemmel láthatóan, és fájások nélkül. Néhány perc múlva megérkezett a baba két tolófájással, minden megerőltetés nélkül, csak úgy kicsusszant a májstudenten méhennel. A szülők nagyon boldogok, örültek az egészséges, erős, 4 kg-os, 53 cm-es gyereküknek, az egész család boldog, a bába pedig, aki már sok mindent látott az életében, csodálja a májstudenten méhent. Hogy nyílhat ki a teljesen a Mészáj 4 óra leforgása alatt, vagy a vajudó nő a májstudenten méhen hallgatása miatt nem érezte a fájásokat? Igen, erről van szó. Fájásai voltak, kellett, hogy legyenek, ok nélkül nem nyílik ki teljesen a Mészáj. A májstudenten méhen hallgatása miatt viszont a beteg nem érezte a fájásokat, és egész szülés alatt 6-7 enyhe fájása volt, ahogy beszámolt róla. Igaz, hogy nagy fájásai nem voltak, csak a szülés végén a két tolófájás. 13. október 26-án reggel 9:45-kor megszületett a gyermek. És itt idézem Hammer doktort. Valamit itt meg kell jegyezni. Amikor az 5. hónapban a teljesen kétségbe esett szituációban, a szinte teljesen lehetetlent megpróbáltuk a májstudenten méhennel, ekkor az anya teljes paranoiás pszichózisban volt. 7 kg-ot fogyott, a magzat súlya csak egyharmadnyi volt, az orvosok a következő napra kilátásba helyezték az abortuszt, ekkor jöttem rá, hogy a pszichotikus szimptomák és a fájások össze voltak kapcsolva. Majd néhány hét elteltével a májstudenten méhennel minden a legnagyobb rendben volt, elmúltak a fájások. Minden kis botlásnál, amikor a beteg leállította a májstudentem hallgatását, megjelentek azonnal a pszichotikus paranoiás szimptomák, csökkent a testsúlya mind az anyának, mind a babának, és a fájások megjelentek. Amikor jött a szülés, kiadtam az utasítást. Teljesen mindegy, hogy mi van, a legfontosabb, hogy folyamatosan hallgassa a májstudenten méhet, különben gyermekágyi pszichózis fenyegeti. Az anya természet, és ez a lágy dal a májstudenten méhen dallamával mind nekem, mind pedig a betegnek a kezéből kivette az irányítást, és megmutatta, mit is jelent a biológia és a természet. A képen itt az ismert baba látható, aki a megszületését a májstudenten méhennek köszönheti. Ezen kívül ez a dallam megvédte az anyát a terhességi és gyermekágyi pszichózistól is, és micsoda szenzáció. Az anyát megajándékozta a világon először azzal, hogy fájás, fájdalmak nélkül, de fájdalommentes fájásokkal szüljön. A varázsdal a baba pszichózisát is letranszformálta, úgyhogy nem volt szükség arra, hogy megszakítsák a terhességet a baba kis súlya miatt, a normál súly egyharmada, ugye? És végül megerősödve és egészségesen jött a világra. Konzekvenciák. Ami egy paranoiás pszichózis drámai és dezolált, vagyis kétségbe esett elhagyottott esetében jó volt, egészen biztos, hogy egy kevésbé súlyos esetben is beválik. Úgy vélem, ha ez az eset és maga a könyv is ismerté válik, egyetlen vajudónak sem kell majd lemondania arról, hogy a szülés alatt a májstudenten méhent hallgassa. De nem csupán erről van szó. Egyetlen terhesnőnek sem kell lemondani a terhesség ideje alatt a májstudenten méhent hallgatásáról. Valóban nem lehet semmit elrontani ezzel, és gyanítom, hogy a legtöbb Down-szindrómát és gyermekkori fejlődési rendellenességet ezzel meg lehetne akadályozni. Ez természetesen felvet néhány kérdést, ez az ősi arhaikus varázsdallam az anyának vagy az anyamében lévő gyermeknek segít többet, vagy mindkettőjüknek egyaránt. Tény, hogy a placenta egyértelműen több infarktust, illetve nekrózist is elszenvedett, és a gyermek mégis 4 kilóval született. A májstudenten méhen azonban biztosan tartotta a várat, és ez a legutolsó pillanatban is így volt. De az anyukánál is tartotta a májstudenten méhen a frontot,
mert a beteg súlyos pszichózisban szenvedett. Az akadémikus orvosok azonnal abortuszt végeztek volna, és a beteget a pszichiátriára szállították volna, és a terhességi pszichózisból abortusz után gyermekágyi pszichózis lett volna a diagnózis, ahogy azt egy évvel korábban a terhességénél már megtörtént, és a beteg elvetélt. Na és milyen a folytatás a más studentem Makernél? Válasz. Ami a legszebb ebben a varázsdallamban, hogy a folyamatos hallgatással az a két konfliktus, ami a pszichózist okozta, folyamatosan letranszformálódik, és a beteg pont olyan normális lesz, mint a többi ember. Hiszen az úgynevezett normálisok 90%-ának is van egy vagy több konstellációja, csak éppen letranszformálva. Sokkal jobb ezt a csodás dallamot például egy kis készüléken a nyakba lógatva és a ruha alatt elrejtve hallgatni, mint az, hogy egy pszichiátriai pokolban teletömék az embert pszichofarmakonokkal, ahol fásult kétségbeesésében vegetálnak csak. Erre már az ősi archaikus varázsdallal nincs szükség. És aki merült az elem, vagy meghibásodott a készülék, akkor az ember saját maga énekli a varázsdalt. Szükség esetén ez is megteszi. Még valami fontos. Némi fegyelmezettségre is van szükség ahhoz, hogy ez a fiatal anya ne kerüljön többé pszichotikus állapotba. És ha a konfliktusokat a varázsdal letranszformálta, akkor relatíve könnyű azokat megoldani. Láthatjátok, hogy a beteg most a terveknek megfelelően nem szenved gyermekágyi pszichózisban, ami a más tudentem nélkül végül szükségszerűen bekövetkezett volna. Örömömben már attól a ténytől ordítani tudnék, írja Hammer doktor, hogy a más tudentem Makernél a birtok pszichózisok szörnyű nyomora már a múlté. És az ilyen csodálatos esetek, azt hiszem, hogy a legjobban én tudok örülni. Komplikációkról is kell majd beszéljünk a továbbiakban, de előtte nézzük meg azokat a szabályokat, amelyek a pszichózisra és a más tudenten Makern hallgatására vonatkozik. Vagyis az első szabály a más tudenten Makern és pszichózisok kapcsán az, hogy a dallam nem képes a két aktív konfliktust, ami a konstellációt alkotja, megoldani, mert nem is szabad megoldani, a konstellációnak van egy speciális biológiai értelme. Tehát nem megoldja, hanem megakadályozza a konfliktus aktív fázisban az újabb konfliktus recidivák becsapódását, ezáltal viszont többé-kevésbé azonos mértékben mindkét oldalt letranszformálja mindkét oldali konfliktust, amit ugye, mint tudjuk, kis megoldásnak nevezünk. Ez volt a helyzet Hammer doktor kutyájával is, ami egy évekig mániás volt, de hallgattam már az archaikus dallamot, egy teljesen jóindulatú kutya alakult ki belőle. A harmadik szabály pedig az, hogy a pszichózisok a mérleg szabályai szerint működnek. Tehát depresszió, ha jobbra hangsúlyos a mérleg, mánia, ha balra hangsúlyos a mérleg, ezeket már mind tudjuk, de azt eddig nem tudtuk, hogy az egész konstellációt képes letranszformálni, csak azért, mert megszűnik a konfliktus recidíva utánpótlása. Természetesen visszamaradhat kismánia, kisdepresszió, de ilyen kismániával és kisdepresszióval a normálisnak nevezett emberek is alaposan el vannak látva. Az epileptoid dupla krízisről is kell még egyszer szólnunk, mert arról van szó, ha a kétoldali, a kortikális konfliktus, akkor a megoldást követő fázisban ugye fellép az epileptoid dupla krízis, ami egyébként csak 5 napig tart, viszont a beteg teljesen elveszti az unalmát, vagy teljesen mániákus, vagy tetál depresszív lesz. És a beteg azt mondogatja, hogy nem, ezt már nem bírom ki. Többnyire a dallamot hibáztatja, és leállítja a dal hallgatását, de ez egy nagyon hibás lépés, hiszen ha ezt 5 napig
hallgatja folyamatosan az epileptikus dupla krízisben a beteg, akkor ismét rámosolyog a napocska, ahogy Hammer doktor írja a könyvében. Utána már jól érzi magát, és nem akarja nélkülözni a My Studenten Mayhem-t. A komplikációkról is ír Hammer doktor ennek az esetnek a kapcsán, mégpedig a következőkről. 4 nappal a szerencsés szülés után a beteg egy enyhe baloldali miokardiális infarktus szenvedett el, tehát szívizom infarktus. A vérnyomása leesett 50 higany milliméterre, a pulzus 100-ra emelkedett, és erre Hammer doktor azt mondta, hogy ez nem olyan rossz, de miután hiányzik egy agyi CT és egy mellkasi CT, a biztonság kedvéért 4 hétig a beteg maradjon ágyban és egyfolytában hallgassa a dallamot. Ezután a beteg megnyugodott és éjszaka jól aludt, jól is érezte magát, azonban a következő reggel, amikor elgondolkodott azon, hogy 4 hétig az ágyat kell nyomnia, úgy döntött, hogy meghallgatja a kardiológusok véleményét is, ezért a kisbabája nélkül bevitette magát a kardiológiai klinikára, ahol már korábban többször is rövidebb ideig megfordult, minden esetben az alacsony pulzus szám 40-es pulzus miatt. Persze a kis készülékét nem vitte magával a más studente Mayhem-nel, a DHS számára az volt, hogy nem győzöm majd a babával, vagy nem győzzük együtt az apával a kialakult helyzetet megoldani, és az apa miatt pedig állandó félelemben volt, mert annak szív problémája és diabétesze volt. És azon a napon, amikor az apa ismét elhagyta a klinikát, és az orvosok közölték, hogy pillanatnyilag minden rendben van, akkor ugye megoldódott a túlhajszoltság félelme, és jött a miokardiális infarktus. Amint látjuk ezen a felvételen, ugye ez már új mezodermális program, a két szív félnek a reléje itt látható a bekarikázott vál relé mögött. Tehát ami be van karikázva, az a válnak a reléje, és mellette látjuk a jobb és baloldali szív relét. A második komplikáció abból adódott, hogy a beteg a szívklinikán töltött 3 nap alatt nem hallgatta a más studenten Mayhem-t, és ezért mi történt? Utófájásai lettek, erős vérzéssel, pánikpszichózissal, úgyhogy áttették a női klinikára, de már a babát utána vitték, és mikor a dallamot is utána vitték, alább hagyott a vérzés, az orvosok úgy találták, nincs szükség beavatkozásra. 7-8 nap szívklinika, női klinika, a más studenten Mayhem nélkül elegendő volt a paranoiás pánik pszichózisok és gyermekágyi pszichózisnak a kiújulásához. A beteg mindent elfelejtett, az orvosok pedig úgysem tudtak semmit. Mindezek után minden megtörténhet, még aminek nem kellene megtörténnie is. Aztán volt még egy komplikáció a babával is, mert amikor a beteg a szívklinikán volt, Hammer doktor beszélt a beteg férjével. Ettől megtudta, hogy a beteg nem vitte magával a dallamot, de otthon a kisbabának sem kapcsolták be a zenét, holott Hammer doktor elmondta az anyának, hogy biztos volt a babának is konstellációja, vagy akár még pszichózisa is, különben nem vesztett volna annyit a súlyából a terhesség alatt. Az, hogy a babának sikerült-e megoldani a pszichózisát teljesen, vagy csak letranszformálta, ezt még nem lehet tudni, ezért hallgatni kell folyamatosan a dallamot. A következő napokban, amikor a beteg női klinikán volt, megtudta Hammer doktor, hogy a baba rángatózik. Hammer doktor utasítására anya és a baba ismét jól érezte magát, miután ismét hallgatták a zenét. Látható, hogy nem mindig veszik komolyan a My Studenten Mayhem-t, különösen akkor, ha kikerül valaki a bajból, ekkor ismét könnyelművé válunk. A legnagyobb baj, hogy nincs germán gyógytudomány klinika. Ezért nem lehet tudni, vajon a beteg, vagy a hozzátartozói maguk is megértik-e a tüneteket, és hogy lelkileg fel tudnak-e rá készülni. Ide tartozik az is, hogy még a klinikai orvosok sem értik meg az egészet. Ez a legnagyobb probléma.
és nem alkalmazzák a germán gyógytudományt már több mint 35 éve. Szóval a sínek hatásairól is kapunk információt az eset leírás kapcsán, ugyanis az esetnek van egy zárófejezete, ugye, november, ugye megtörtént október 26-án a szülés, november 20-át érjük már. Beszél Hamer doktorral telefonon a beteg, és elmondja, hogy 5 napja erős szexuális vágya volt, ami 3 napig tartott, majd elmúlt. Utoljára ilyen erős szexuális vágya egy éve volt, 2012. november-decemberben, amikor az unoka fivérével szexelt, és biztos abban, hogy akkor vaginális orgazmusa volt. Hamer doktor magyarázata a következő. Az unoka fivér nem jelent sínt jobboldali agyi második birtokvesztési konfliktusához, hanem a férj a sín. Mert ugye ahhoz, hogy meglegyen a vaginális orgazmusa, ahhoz ennek a jobboldali relének kell felszabadulnia. Azt mondta Hamer doktor, hogy lehetséges, hogy a pettingbojjal való petting konfliktus csak egy úgynevezett feltételes konfliktus, ami csak a férjel kapcsolatban aktiválódik, de a férj nélkül tárgytalan. Azaz következetesen akkor van megoldva a második konfliktus, a jobb oldalt korábban már megoldódott. Vagyis a pettingbojjal megélt konfliktus, ha aktiválódik, tehát sínre lép, meglátja az illetőt, akkor fogja ezt az oldalt, a női oldalt lezárni, és ekkor lesz kész arra, hogy vaginális orgazmusa is legyen. Az orgazmusról, nymphomániáról és egyéb ilyen szexuális viselkedés zavarokról külön webkonferenciát tartottam, akit érdekel, majd megnézi. A lényeg az, hogy a beteg beszámol arról is, hogy a férjel már nem jött össze neki a dolog, és 2 napja a pszichózisa is visszajött. El is hiszem, és elmondom miért, mondta Hamer doktor. Talán 2 nappal ezelőtt rövid időre leállítottam más studentemméken, közben meglátta a pettingbojt is a lépcsőházban, és a férjével is volt egy kis vitája. A beteg visszakérdezett. Doktor úr, ön látnok? A válaszból kiderül, hogy a beteg hajat mosott, szárított, kivette a füldugóját, és a hajszárítás alatt sem hallgatta a dalt, majd valóban jött a pettingboly, aki becsengetett hozzájuk, amiért a férje kicsit összetűztek. Doktor úr, ön látnok? Nem, csak ismeri a germán gyógytudományt, és tudja, hogy milyen konfliktusok kellenek ahhoz, hogy bizonyos dolog előálljon, vagy nem. Tehát a más studentemméken hallgatása nélkül ilyen gyorsan megy a pszichózisba való visszaesés, de kijönni nehéz belőle. Korábban a más studentem nélkül ez elképzelhetetlen volt. A pettingboy feljebb lakik a házban, állandóan láthatja a lépcsőházban, a férjét pedig állandóan látja. Na most, hogy akar akkor a sinektől és a pszichózistól megszabadulni, kérdezte Hamer. Hamer megnyugtatta a beteget, ha ismét hallgatja a dalt, 2 nap múlva elmúlik ez az egész, és örüljünk, hogy a terhességet és a szülés sikeresen maguk mögött tudjuk. A gyermekágy alatt volt néhány baleset, idézőjelben, de a más studentem megtudta oldani, letranszformálta a konfliktus tömeget, de tartósan, és nagyon lényeges, tartósan, csak is a beteg tudja tartósan megoldani reálisan a konfliktust. Vagyis egy reális konfliktus megoldásnál, nagy megoldásnál a más studentem még ilyen csak letranszformálással tud segíteni. Nem helyettesítheti a nagy megoldást, az csak a beteg tudja megtenni. Szó szerint idéztem Hamer doktort. Az esetnek van még egy utolsó csodálatos folytatása, amit már december 7-én írt meg
illetve beszélt meg a beteg Hammer doktorral. Telefonon beszámol a beteg arról, hogy csodálatos átalakuláson ment át. Tessék figyelni. Szuper pozitív értelemben. Nem ismer saját magára. Mindenkivel kedves, kiegyensúlyozott, szívesen beszélget mindenkivel, ami korábban nem volt rá jellemző. A gyermekei sem ismernek rá. A férje is azt mondta, hogy olyan kedves és aranyos, mint 12 évvel korábban volt. Mindenki a környezetében ügyel arra, hogy ne hagyja abba a más tudenterméken hallgatását, és a füldugó mindig a fülében legyen. Hammer doktor azt válaszolta, ez a beteg igazi arca, és ez nem személyiségváltozás, hanem személyiség visszaváltozás. Úgy az is kiderült a beszélgetésből, hogy a petting boy elköltözött a házból. A barátnője még ott lakik, tehát annak veszélye, hogy találkozhatnak a lépcsőházban, még megvan, de talán nem annyira erősen, mint eddig volt. Viszont azt se felejtsük el, hogy amíg a beteg tudatosan fel nem oldja a konfliktusát, addig viszont a más studenten méken segít abban, hogy elviselhető legyen számára ez a pszichotikus állapot. Ez az eset az ismert babával és az ismert mamával világszerte mérföldköveket jelent a pszichiátriában, írja Hammer doktor. A más studenten méghennel a pszichiátriai klinikákat messze menően ki lehetne üríteni. A germán gyógytudomány alkalmazása egy ideális kórházban, azaz gyógyházban lenne igazán megfelelő, mert egy teljesen humánus terápiáról és medicináról van szó, de rendkívül személy intenzív, ugye rég ismert módszerekkel segítenének, ugye lázat csillapítani, borogatások, bedörzsölések, egész testi vagy más fürdőkkel, fejmasszás, talpmasszás, itt be szóba jön a reflexzóna masszás, autogén tréning, bizonyos esetekben akupunktúra is szóba jön természetesen. A Hammer doktor által megálmodott gyógyházban, saját klinikán termálmedence lenne, természetes 0,9%-os fiziológiai show oldatban, és lenne egy nevető kabinet, egy vicc csináló, ahol a betegek jól érzik magukat, kikacaghatják magukat, ez a legjobb vidító terápia. És a lényeg, hogy a beteg paradicsomi királynak, királynőnek érezze magát bent ezen a klinikán. Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozata a következő. Kedves betegeim! Ma egy isteni ajándékot adok nektek. A más studentem nyitjent. Az ősi arhaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az archaikus melódiák könyvből. A más studentem Mítjen szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bármi nemű kereskedelmi értékesítését. Mi igyekszünk betartani Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozatát, és ezért bárki, aki a weblapon keresztül e-mailt ír, az eredeti dallamot fogja megkapni tőlünk. Akinek kétségei vannak afelől, hogy lenne különbség az interneten szabadon hozzájutható és az általunk küldött dal között, ajánlom, hogy nézze meg a más studenten méghen a gyakorlatban című előadást, amiben hangmérnök barátunk fényképezte le azt a különbséget, ami az eredeti dal rezgése és a hamisítványok rezgése között van.
Ingyenesen erről az itt látható szájtról már nem lehet letölteni ezt a dallamot, tehát nem tartották be Hammer doktor akaratát, de én tartom hozzá magamat. A germán gyógytudomány tehát rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek a nemektől, kortól, etnikai hovatartozástól, semmi olyantól, amire ma az akadémikus orvoslás hivatkozik. Viszont függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkodtatások számától, attól, hogy ez konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van, és egyáltalán attól, hogy hány programot indítunk, mert ez meghatározza ugye a viselkedésünket. Az egyes programok ismeretével viszont felismerjük az okokat, a tüneteket, és az ezzel valós megoldást kezdhetjük el a gyógyulásunk érdekében. Ha érzelmileg oldjuk fel ezeket a konfliktusokat, akkor egy valós, oki megoldást kapunk, az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket fogjuk kezelni egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, vagyis rendelkezik a tudományosság összes ismervével. Nem statisztikán és nem állatkísérleteken nyugszik, hanem embriológián és 5 természettörvényen. A statisztika abban az esetben szükséges, ha hipotéziseket állítunk fel bizonyos dolgokról, ahogy azt a mai medicina teszi, és valószínűség számítással és statisztikával próbálja igazolni az igazát. A germán gyógytudományban vagy a minden vagy semmi elve uralkodik, mert ha megcsináltuk azt a bizonyos konfliktust, akkor az agy közvetítésével a szervi válasz megjön. Nincs olyan, hogy 80%-ban igen és 20%-ban nem. A statisztika nem a biológiára alkalmazható tudomány vagy módszer, hanem a közgazdaságban, matematikában, valószínűségszámításban. A biológiára biológiai törvényeket kéne alkalmazni. A legjobb megelőzés érzelmileg megoldani a DHS-t, és minden nap, ha ezt megtesszük, akkor nem fogunk megbetegedni, és nem fogunk szenvedni tovább. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Többször fel kellett szednem az állam, míg hallgattam a történetet. Remélem, hogy nagyon sok embernek megfogalmazódott az a döntés elhatározása fejében, hogy mélyrehatóbban megismerkedik a germán gyógytudománnyal, illetve a Mesterdöntem mit jelent, és rendszeresen, állandóan fogja hallgatni.